hetedik kolozsvári magyar napok, azt a 700-át. Kicsit magas, kicsit szűk, de a miénk. Tény, hogy a régi kincses Kolozsvár elnevezésű fotográfiai tárlat meglátogatása erőnléti próbaként is szerepelhetne az idősebb korosztályhoz tartozó érdeklődők számára. De amennyiben bárki is veszi magának a fáradtságot és megmássza a Szabók bástyája tetőteréhez vezető lépcsősort, rendkívüli élménynek lehet részese. Forgatócsoportunk is jelen volt a vasárnapi megnyitón. A 30-nál is több, esetenként már jól ismert, vagy újdonságnak számító 19. század végi, 20. század elejé fotográfiákból nyílt kiállítás, már-már közhelyesnek számító megfogalmazással élve a boldog békeidők hangulatát árasztja. Honnan kerültek elő a fényképek? Kérdeztük meg a tárlat egyik kurátorától. Fotografiile provin din arhivele Asociației Cluj de alte date, din colecții particulare, Chienio Ondraș, Cubino Richard, dar și de la Academie sau din arhivele bibliotecilor. Unele sunt din colecții particulare, iar acelea ies mai greu la suprafață, unele sunt foarte cunoscute. Intenția noastră era să arătăm schimbările orașului în epoca veche, pentru că avem Cluj 700, și era necesar să punem fotografiile de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, când s-au produs într-adevăr marile schimbări și s-a transformat Clujul în ceea ce vedem astăzi. A részletekre is kíváncsi látogatónak örömteli meglepetésben lehet része, hiszen az eredeti fényképek ezúttal jelentősen felnagyított formátumban vannak kiállítva. A cél éppen az, hogy minél több hiteles információt nyújtsanak az érdeklődőknek. Am pus fotografiile pentru că în mărimea lor originală, fiind A5 sau chiar mai mic de A5, omul nu vede într-adevăr spațiul verde care era anumite trăsuri, dar am pus și obiective care astăzi nu mai există, Moara de pe Someș sau Bastionul Croitorul pe vremea când avea ceas, deci există acele detalii pe care se observă doar în fotografiile mărite. Ennek a kiállításnak nincs tematizált útvonala, hiszen, amint a szervező kurátor is vallja, az egyetlen sztár ezúttal maga a város, vagyis Kolozsvár. Nu este organizare tematică, singura temă este Clujul. Clujul este vedeta expoziției. Szóval, amint már mondottuk, kicsit magasan, kicsit szűken, de a miénk. Érdemes megmászni a lépcsőfokokat és megtekinteni az egykori Kolozsvár Egyesület és a Kolozsvár Városi Művelődési Ház által szervezett történelmi hangulatú fényképészeti kiállítást a Szabók bástyájában.